Nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Speedway vagyok. Ebben a mai live-ban pedig a Zöfény Manager 2022-es játékba vágunk bele, ami ugye Forma 1-es csapatok menedzselésével foglalkozik és arról szól. És hát jelen pillanatban ott járunk, hogy kiválasztjuk, vagy kiválasztjuk azt a csapatot, amelyikkel szeretnénk indulni. Képen ugye az Alpine látható Fernando Alonsoval és Esteban Oconnal. Hát nagy dilemmában vagyok, ugyanis ha lehetne, akkor az összes csapattal lennék valamilyen szinten, de nyilván ezt nem tehetem. Így hát nem is tudom, mit válasszok. Kettő csapat volt a fejemben live indítása előtt, az egyik ugye az Alpine, a másik pedig az Alfa Tauri. Nem tudom, hogy inkább kisebb középcsapattal legyek, vagy nagyobb középcsapattal, hát majd mindjárt megpróbálom magam csendességébe eldönteni. Írjátok a csetre nyugodtan, valószínűleg a szabadítéseket megcsináljuk, meg lehet, hogy az időmérőt, a verseny pedig már a következő live-ra marad valószínűleg, vagy hát majd meglátjuk. Ugye a Tauri az így néz ki. Aston Martinnal megmondom őszintén, nem szeretnék lenni, a Williamshez nincsen türelmem, hogy ott mindig az utolsó helyeken legyenek a versenyzőim. Az Alfa Romeo jöhetne még számításba esetleg, vagy a Haas, hát
ugye háznak kicsi a pénzecskéje. De viszont lehet jó lenne. Na nézzük, hogy... Ötödik helyet várják el az Alfa Romeo-tól. Az utolsó három csapatnak a starting balance az kicsi. Na jó lesz a Tauri. Nem érdekes. Kíváncsi vagyok rá. Na nézzük akkor, jelen pillanatban a hatodik helyen állunk, de ez nem jelent semmit sem. Nézzük a leveleket, hát üdvözlök a csapatba, nagyon örülök, én is csatlakozhatok. Viszont nézzük meg a dolgokat, hát végsebességben a hetedikek vagyunk. A többi meg, be meg. Hát kb. Közép csapat szintjein, ami jó. Suspension szokott talán lenni, igen. Mindig így szokott lenni. Nem tudom, ki az első kocsi. Gasly, hát ahol Gasly-nak menjen a fejlesztés, a Car2-re pedig rányomjuk a... fejlesztés, hogy csináljanak két darab módosított suspensiont, hogy legyen Cunodának is, és akkor hát nézzük a naptárat. Mert itt bemutatják a dolgokat. A szponzorokkal majd később foglalkozunk, ezt elfogadjuk, mert fontos nekik ez a parti. És akkor valamit csináltatni kéne.
első szállni, mondjuk. A 3 nap múlva elkészül az új első, és a szárny, hát bánja a kiskutya. Ja, mondja, kiadások. Megjött elvileg a... Vagyis nem jött meg. Na, most jött meg. Jött egy kis... R2-re is felment, hát nem sok mindent módosít, ilyen 2%-okat lényegében. 2-3%, majd meglátjuk. Na, nézzük. Bahrain Nagy Díj lesz az első. Megpróbáljuk a Q2-t. Hát, leggyorsabb bört, azt nem tudjuk. Elvállalunk mindent a reményekért. És akkor nézzük, hogy a Taurival hogy sikerül. Welcome to the archipelago of Formula One. Bahrain might have a small land footprint, but it's showing its big spirit right now in the grandstands. Either way, it's time for another fantastic weekend. Egyébként nagyon szép lett a játék, én el vagyok rajta bőve, hogy milyen részletes lett egy menedzser játékhoz képest. Na, mindegy, ezt most nem nézzük tovább. Ugye első szabad edzés fog következni, ahol ugye meg kell találni a beállítást, illetve... The radio is good. You can hear me, yeah? Radio check, okay. Radio check, okay. Kiküldjük a fiúkat 15 körre, és hagy körözzenek. Na, itt is van a kis csapatunk. A Gasly megy is kifele. Küldjük Cunorát is, hogy menjen útjára. Kíváncsi vagyok, hogy a közép mezőben, na, milyen sárga lett már. I think someone's run wide. Here's the replay. Taking a look again, it involves Sebastian Vettel, and they've gone wide. Csak kiszaladt. Way wide. Na jó, hát hagyjuk őket, hogy körözgessenek. Azért gyorsítom fel az időt, hogy minél hamarabb meglegyen. Nekik ugye egyrészt pálya alkalmazkodást kell nekik találni, másrészt pedig a beállításokkal kell majd visszajelzést adniuk. Hát úgy állunk, hogy Gasly a harmadik, Cunoda pedig a hatodik, most már a negyedik a Gasly, de a maradás az nem olyan de rossz. És szépen haladnak a dolgokkal, már háromnál jár Gasly,
tudod, de még nem érte el a hármat. Who's running wide there? És Zsú szaladt ki a pályáról. Nagy negyben van a mezőny egyébként. What was the balance, please? Yeah, there's something wrong. Mm-hmm. Copy. Jó, akkor beszélünk, visszahívjuk. Mondjon valamit. Szóval a kanyarukban jó az autó. Mondjuk ezt így. Százalékos. Hát megnézzük így. Mit mond rá? What's your limitation? I can't believe this car. Yeah, understood. Na jó, van Cunod, gyere betés. Ajjaj, itt nagyok a problémák. Nézzük így, mit mond rá Cunoda, közben már szépen futják a többiek a köröket, na menjünk kifele szépen. Még az a gumi az még jónak kell lennie, igen, a 70%-os az még tökéletes. Nem futjuk le mind a 15 kört, hanem minden változtatást, amikor megvan az 5 visszajelzés, akkor megnézzük, hogy hogyan állnak a beállítások, és akkor ennek megfelelően kicsit finom hangolunk, mert ennek semmi értelme nincs, hogy lefutják a 15-t. És akkor nincs semmi. Piasztit beültették a Zalpinba Okon helyett, nem tudom, hogy a versenyén is láthatjuk-e esetleg. A többiek nem ültettek be senkit. Na, közben Gasly már nem soká meg lesz a játszásokkal, vagy a nem játszás lesz, hanem visszajelzik. Hold the balance, please. Na, jobb lett az autó, elvileg. Akkor gyere be. Szépen. Ó. 74%-os. Akkor ide egy nagy. Módosítás kell, ha már bed lett. Nézzük meg így. Sárga zászló volt egy pillanatra, de vége lett. Hát nem igen tudja 10 perc alatt kigyűjteni Gasly az 5 visszajelzést. Yuki, how is the balance? How is the rotation? For me it's okay. Copy. Érdekesek ezek a rádió, ezek nagyon feelinges. Adom.
Yuki, gyere be. Micsoda? Na, optimális lett a kanyarokba az autó. Hát a traction nem tetszik neki. Optimál a tetéje szerintem. Megnézzük. Ja, gumik. Na, úgysem fog kiérni. Did somebody spin out there? Traction in low speed are a bit tricky. Okay, copy that. Yeah, the problem is so understeer, can you help me? Need to drop the pace. Copy. Na, egy pillanat. Okay, this is the end of the session, Yuki.